Meredeken emelkedik a megbetegedések száma Európában. Madridban hétfő óta több kerületben korlátozzák a lakhely elhagyást, és Bajorországban is újabb korlátozásokat vezetnek be. Angliában csütörtöktől a vendéglátóhelyek csak este 10-ig tarthatnak nyitva, a brit miniszterelnök pedig ma este várhatóan egy újabb óvintézkedéseket is bejelent. Szakemberek szerint ugyanis, ha nem tesznek semmit, akkor október közepére napi 50 000-re emelkedhet az új megbetegedések száma. Többször megismételt vastapssal szakították meg a nézők a madridi operaház előadását. A közönség így tiltakozott, amiatt, hogy az erkélyen és a karzaton a nézőket összezsúfolva ültették, fittyet hányva a kötelező távolságtartásra. A földszinten ülőknek nem volt ilyen gondjuk, ott szabályosan ültették a közönséget. A spanyol fővárosban napok óta tartanak a tiltakozások, mert sokan diszkriminatívnak és igazságtalannak tartják a Madridban bevezetett járványügyi intézkedéseket. 6 kerületben, ahol a legsűrűbben laknak az emberek és főleg a legszegényebb rétegek, hétfő óta korlátozzák a szabad mozgást. Az itt élők csak meghatározott esetekben hagyhatják el a lakhelyüket, ilyen például a munkavégzés, az egészségügyi ellátás, az idősek vagy a rászorulók gondozása, az oktatás vagy a hivatalos ügyintézés. Felére csökkentették a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek befogadó képességét, és lerövidítették a nyitvatartási idejüket is. A madridi tartományi elnök a hadsereg bevetését kérte a kormányfőtől a fertőtlenítési munkálatok, illetve a rendvédelmi feladatok ellátására. Madridban az elmúlt 2 hétben átlagosan naponta 1500 új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, az országos esetek 3-át. Korlátozásokat vezettek be a madridi tartomány további 7 településén is. Az intézkedések összesen 850 000 embert érintenek. Bajorországban is szigorítanak a járványügyi szabályokon a fertőzöttek számának emelkedése miatt. München belvárosában például kötelező maszkot viselni, és nem csak menet közben, hanem álló vagy ülő helyzetben is. Bevezetik azt is, hogy legfeljebb 5 ember vagy 2 háztartás tagjai tartózkodhatnak együtt, magánterületen és vendéglátóhelyen egyaránt. Jens Spahn, német egészségügyi miniszter azt mondta, mivel idén Münchenben elmarad a világ legnagyobb sörfesztiválja, az Oktoberfest, sokan igyekeznek privát szervezésű sörözésekkel pótolni a fesztivált. Ez pedig nagyban hozzájárulhatott a fertőzés szám meredek emelkedéséhez, és emiatt kell a szigorításokat is bevezetni. A brit kormány az eddigi közepesről magas szintre emelte hétfőn a járvány intenzitását jelző készenléti fokozatot. Hetente megduplázódik ugyanis a koronavírusos esetek száma az Egyesült Királyságban. A kormány szerint, ha az emberek nem tartják be az óvintézkedéseket, október közepén már naponta 50 000 új fertőzött lehet. Ellenlépésekkel azonban a jelenleg felfelé tartó terjedési görbe várhatóan megtörhető. Boris Johnson brit miniszterelnök ma este televíziós beszédben jelent be újabb korlátozásokat. Brit sajtóértesülések szerint a lehetséges intézkedések között szerepel egy 2 hetes országos zárlat elrendelése is. Ez azt jelenteni, hogy megtiltanák a nem egy háztartásban élők összejöveteleit, illetve egyes vendéglátóhelyeket bezárnának vagy korlátoznák a nyitvatartási idejüket. Csütörtökön lép életbe az a szabály, hogy az éttermek, a pubok és a bárok este 10-ig tarthatnak nyitva Angliában. A brit kormány emellett törvényben írja elő, hogy a vendéglátóhelyeken csak asztali rendelés, felvétel és felszolgálás lehetséges, illetve egy asztalnál legfeljebb 6-an ülhetnek. Fekete szalagot viselnek a héten a török orvosok. Így emlékeznek azokra a kollégáikra, akik a járványban vesztették életüket. Az országban naponta 1600 új beteget regisztrálnak, és ez a szám jóval több, mint amennyit áprilisban a legnagyobb fertőzöttség idején mértek.